Nagyon ügyes. No, végre. Ide érkeztünk. Vigyem a párnát, hogy kényelmesebb legyen. Uh-huh. Ahogy egy jó csikós lányhoz illik. Kedves pillanat. Míg mi pihenünk, a vőlegény koncentrál a kastély parkjában. Ha esetleg a vőlegény elfelejteni az igent. Túl vagyunk rajta, megvan az okirat, most már lehet mulatni. Visszajött a hangom, közben egy kicsit csuklott, de most már teljesen fit vagyok. SMS megérkezett. Abszolút. És igen volt benne. Igen. Na jól van, akkor gratulálunk. Köszönöm, és sok boldogságot szépen. Tényleg. Köszönöm. Mezopotámia időszámításunk előtt 4000-ben. Akkor jelenik meg a korong, amelynek segítségével edényeket kezdtek el készíteni. Később ez az eszköz tette a fazekasság fellegvárává Hódmezővásárhelyt. Néhány család még ma is őrzi a titkot. Éppen az ős vagy ókorban is lehetnénk. Ebben a sarokban Hódmezővásárhelyen ugyanis éppen úgy dolgozik az ember, ahogy több ezer évvel ezelőtt. A múltba repít vissza a Tornyai Múzeum újkőkori hangulata. A kiállítás elmeséli, miért is lett fontos a város életében az agyag és a fazekasság. Az ősasszonyok nem ilyenekben, hanem cserépedényekben készítették ételeiket, persze a tűz megjelenése után. Hogy mit is főztek benne később a Délalföldön, az hamarosan kiderül. Az agyag történelmet írt Hódmezővásárhelyen, hiszen a századforduló után több mint 150 fazekas élt a településen. Ebben a kisházban például Vékony Sándor és családja. Nándi a tálas mesterség titkaiba avatja be az utazót. Például abba, hogy az agyag gyúrás nélkül használhatatlan. Ha ugyanis levegő buborék marad benne, akkor az égetés során szétrobbanhat az edény. Azért nehéz ez a szakma, mert az első eredmény az nagyon soká jön, és sok kitartás kell hozzá, hogy működjön. Tehát az első edény elkészítéséhez szerintem, hogy tényleg az jól működjön, az legalább egy év. Na jó, azért próbálkozni érdemes. Akár a magad készítette szuvenírt is hazaviheted. Még Nándi alkot, mi bekukkantunk a csúcsi fazekasház komódjának fiókjaiba. Van itt még valami érdekesség? Esküvői meghívó. 1911-ből. A díszes meghívók szerint tehát izgalmas társasági élet zajlott a városban, amelynek állandó főszereplői voltak a fazekasok is. Ha máshogy nem is, a tálakkal biztosan. Ugyanis ezekben kínálták az illatos húslevest a messzeföldön híres bálokon. Hogy a csülök nem reformétel, ne hidd. Be is bizonyítja nekünk mindjárt Prohászka Béla, a séfek olimpikonja. Aki hosszú életű akar lenni, az csülöket eszik. Legalábbis ezt tartják Békés Csabán. Végy egy csülköt. Békés Csabán mostanság minden valamire való recept így kezdődik. Közeledik ugyanis a csülökfesztivál. Prohászka Béla, az olimpiai bajnok séf, a kalandjárat néző kedvéért serpenyőt ragadott. Ez itt a kalandjárat. Béla, mondjuk úgy, csülökreformer. Paprikát, gombát, sőt, vajretket forgat bele a mesterműbe. Csülök az a vezéríz. Külön köretet nem is szoktam hozzá ajánlani, hanem ezek a pirított zöldségek, tehát ezek teszik tartalmasá ezt az ételt. Megsúgom, hát ez lesz a nyerő kombináció, hogy majoránát is tett a csülkös egy tálba. Helyiek, és én magam is azt vallom, hogy akár egy kis másnapos gyomorra, egy mosolygós csülök, főleg egy kis zöldségekkel, egy jó hideg sörrel, én azt hiszem, tehát belül a lelki békét is helyreállítja. Egészségükre! Így rotyognak évek óta a csülkös finomságok. A csülök főzés hagyományát Békés Csabán versenyeken is művelik. Akár mi is lehetünk az év csülökmestere, ha a zsűri ízlelő bimbói is így gondolják. Jönnek, elhozzák a bográcsokat és a fűszereket, ennyit kell, hogy ők tegyenek. És hát nyilván finom csülköt kell főzenek, mert nagyon komoly zsűri van. Vadregényes őserdők, valós időutazás egy Árpád-kori faluba. Madár lesz csónakból, élménytúra a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Kalapot hozzál, evezőt adnak.
Meg is van a csónakunk. Ugye? Ebben megyünk. A Kiskunsági Nemzeti Park Tisza alpári holtágánál a turista lapátot ragad. Na, kinyomlak, jó? Nyomhatom? Na, eddig megy a dolog, csak rossz irányba megyünk. Aha, be voltunk akadva. És lőn, és elindultunk! Gyönyörű. Vedd föl, Danka Sirály, ott van. Milyen magyarok vannak egyébként errefelé? Vaksót lehet látni, ezt láttam. Igen, a gémfélét, szürkegém, vörösgém, bakcsó, pörtegém, kócsagok. A Kiskunsági Nemzeti Park rendkívül változatos, hiszen az összes Duna-Tiszaközi élőhelyet magába foglalja. Vannak itt a szikesektől kezdve a homokbuckákig, láprétek, láperdők, mocsárrétek. Egyszer elképesztő, nincs olyan pillanat vagy másodperc, amikor egy madár ne repülne fel, és hatalmas madarak. Elképesztően gyönyörű. A Kiskunsági Nemzeti Park területén nem csak csónakázhatsz, vagy kukolhatod a madarakat, hanem bekukkanthatsz például egy árpádkori faluba is. Tisza alpár, Árpád földje, mindössze néhány percre a csónakázástól. A térképen zölden látszik a védett terület határa, ahol a Szikrai Holttiszát és az Alpári Holtágat nézheted meg. Most ez a Tisza vonala, régen pedig a Holtágaknak a vonalában folyt, tehát nagyon kanyargós volt itt. Az árpádkori falu rekonstrukció utcácskájába lépünk éppen a Kiskunsági Nemzeti Park területén. Nekem a tető, a háznak a teteje tulajdonképpen a fejem tetejéig ér. Hát hogy fértek be az árpádkori eleink ide? Ez egy félig földbe mélyített ház, másik neve az, hogy veremház, ami a föld alatt van, az jelentette a falat, az oldalfalat, tehát tulajdonképpen csak a tetejét kellett fölépíteni. Másrészt télen hűtött, nyáron fűtött, vagyis a benne tárolt élelmiszer sem fagyott el. Ilyen falvak ezen a vidéken is voltak már az Árpád-korban. Alpárt 1075-ben egy adománylevélben Első Béla királyunk az innen igen nagy távolságra fekvő Garamszent Benedeki apátságnak adományozza. Érdekes, hogy miért adományozott ilyen távoli birtokot. Ebből az adománylevélből kiderül, hogy amiatt, mert nagyon jó halászóhely volt. Be is megyünk akkor a házba. Ez hogyan készült? Ez tapasztott dolog, ugye? Miből? Sárból? Agyagot és szalma töreket, tehát apróra tört szalmát kevertek össze vízzel, és azzal tapasztották ki a háznak a külsejét. Tapasztott így ütögették. A szoba közepén pedig az ülőgödör, így a munkálkodó lakos kényelmesebben el tudta helyezni a lábait. Tulajdonképpen ez az árpádkori fotel, csak éppen nem pihentek benne, hanem dolgoztak. A kemencében nem csak sütöttek, hanem fűtöttek is vele, még kémény nélkül. A füst a nyílásokon távozott, úgy ahogy. Háznak ez a hálója tulajdonképpen, igen, egy kicsit megemelve, és nyilván hálózsák nem volt még, viszont volt állatbőr. Így van, állatbőröket raktak ide, és ezen aludtak. Időnként, de főként kint a szabad ég alatt, ahol a turista is ledőlhet néhány órára. Ha hiszitek, hanem ez egy bogrács, ki hinné, hogy az Árpád-korban is voltak kerti partik, ahol bográcsoztak már. Nagyon nagy szerepe volt a vadászatnak, halászatnak, gyűjtögetésnek, tehát amit az ártérben találtak, azt ették. És termesztettek már gabonaféléket. Belőlük azonban nem kenyeret, hanem kásákat és lepényeket készítettek. A halból pedig halászlét is. Persze piros paprika nélkül, hiszen az csak Kolumbusz után kerülhetett a levesbe. És még egy érdekesség. Vajon Tiszaalpárból származik-e az alpári, azaz durva kifejezés? Jelentem, nem. Semmi köze hozzá. 20. század elején egy országgyűlési képviselő, Alpár Ignáctól eredeztethető. Neki volt egy olyan egyéni stílusa, mondhatni, hogy alpári stílusa, és innen származik ez a kifejezés. A Kiskunsági Nemzeti Park területén számtalan tanösvényen kirándulhat a turista.